Bogi, hát azt mondtad az adásban, hogy hörögni fogsz. Egy próbát hallhatunk? Nem. Nagyon béna vagyok még, ezt gyakorolnom. Csak egy nagyon picit. Bogi, hát kezdjük rögtön azzal, hogy én ugye rád voksolok, hogy te fogod megnyerni ezt a versenyt. Ugye eddig a Compact Disco-nál és a MyAlex-nél bejött. Ez elég biztatóan hangzik azért, igen. Figyelj, előbb szedjünk elemeidre. Mezitláboltál a színpadon, mint annó Rúzsa Magdi, vagy Lorin, vagy Emily de Forest. Most csizmában vagy. Hát igen, egy nem fázol? Mamuszban nem, igyekszem nem megfázni a döntőre. Az már nem fér bele az imidzsbe, hogy itt a sajtó előtt is mezitláb, hiszen nyilván mindenki a lábadat fotóz. Nem egy imidzs egyébként. Tehát én nem úgy megyek ki, hogy most én egy imidzset magamra húzok, hanem egyszerűen ehhez a dalhoz illik ez a letisztultság, azt gondolom. Hát azért fura lenne, hogyha itt kint mezitláb mászkálnék, azt hiszem, de a színpadra most is mezitláb mentem fel, amikor integettünk minden, úgyhogy nem gondolom, hogy image lenne. Én azon gondolkodtam, miközben néztem a dalodat, hogy te eddig hol voltál. Tehát tudom, hogy volt egy kis zene, de eddig hol voltál? Tehát elkerülted ezeket a tehetséggondozókat és kutatókat szándékosan, vagy az életkor miatt nem fértél vele? Tudatosan. Én nem szeretnék tehetségkutatóba menni. Mindig nézem a műsort, és szeretem őket. Csak azt hiszem, hogy kicsit megváltoztatják az embernek a személyiségét. És én szépen lassan szeretném felépíteni, és megismerni magamat is. Voltak korábban zenei próbálkozásaim, de hát 15 éves voltam még akkor, nem igazán tudtam, hogy mit szeretnék, de azt hiszem, hogy így a viallal kezdem megtalálni az utamat. Most ritkán találkozom olyan előadóval, akire nem hányják a negatív kommenteket, és nem fröccsög az emberek szájából mindenféle. Te találkoztál már negatív kommenttel magaddal szemben? Hiszen én még nem láttam ilyet. Megpróbálom nem olvasni, ezért nem. Biztos, hogy ha már mi interjúnkból nem állt be a Zola, akkor most mondani. Már be. Ő a kedvencünk, nekem Bogi. Is ők, de köszönöm. Óriási, puszi. Köszönöm. Hol tartottunk? Szóval, hogy nem tudatosan nem. Direkt nem akarom olvasni, azt hiszem lehúzna egy kicsit. De hát pont azt mondom, hogy én még nem láttam negatív. Akkor majd nézegetem, és ha találok, átküldöm neked, jó? És akkor együtt nevetünk rajta egy kicsit. Nézd azt, amit nálunk írnak, az biztos jó. Hello. Nézzék, beletrólkodnak. Ugye te vagy itt a közönség kedvenc, még azt mondd el nekem végezetül, aztán békén hagylak. Hogyan készülsz a döntőre? Mindent megpróbálok ugyanúgy csinálni. Sosem voltam babonás, de most kezdek azzá válni, mert van szerencse karkötőm, múltkor is egy hajgumi volt itt rajtam, nem tudom, ilyen fura dolgok, pizzát ettem, most is pizzát ettem. Tehát, hogy készítek veled interjút. Igen, tényleg. Szóval megpróbálom ugyanezt, és hogyha eddig működött, lehet, hogy most is fog. Te azt mondtad az adásban, hogy hörögni fogsz. Egy próbát hallhatunk? Nem. Nagyon béna vagyok még, ezt gyakorolnom. Csak egy nagyon picit. Nagyon rossz lesz, úgyhogy nem tudom még, mit fogok csinálni. Szerintem csalódást fogok okozni a metal zene kedvelőinek, de hát igyekszem.